Mi így szoktuk, mindenhogy szokják szalókon is, de én így főzöm. Mindenkinek megvannak a saját bevált receptjei, ezeket is megbeszélték egymással a szalóki borostoros résztvevői. A hetedik alkalommal megrendezett egerszalóki borostoroson a régi disznóvágások hangulatát szeretnék visszahozni. A disznóvágás az régen egy nagyon nagy ünnep volt minden családnál. Az egyszerűbb emberek ilyenkor a család is együtt volt, találkoztak, vidám alkalomnak számított, és az ennek megfelelő hangulata. Töltötték a kolbászt, az orgyaleves és a káposzta is kint főtt, egy másik üsben pedig abárolódott mindaz, ami a hurkához szükséges. Amikor elindult a rendezvény, elsősorban a helybelieknek szólt, hogy életben tartsák a hagyományokat, ma már inkább a turistákat várják. Megnézhetik a disznó feldolgozását, végigkóstolhatják a disznótoros ételeket. A húsleves, a töltött káposzta, a hurka, meg hát a reggeli sült vér. Ugye azzal kezdődik a nap, amikor a friss fehér kenyér, a kovászos uborka, és a vér, hát az illat, az bele, az benne marad az embernek az emlékezetében elég rendesen. A reggeli és az ebéd között a barlanglakásokhoz vagy a sódombhoz lehetett túrázni. A közel 2000 lakosú falu egy-egy ilyen rendezvény ideje alatt ugyanennyi vendéget fogad. Itt Egerszalókon 2014-ben a 2008-as bázisszámhoz képest 535%-kal növekedett a vendégészakák száma. Ez, ha most egy konkrét számra vetíteném, akkor azt mondhatom, hogy több mint 220 ezer vendégészaka keletkezett 2014-ben Egerszalókon. A turizmusért felelős helyettes államtitkár szerint van lehetőség további fejlődésre. A gyógyhelyek fejlesztése az egy nagyon fontos, reményeim szerint Egerszalókot is érintő pályázati lehetőség. Ehhez természetesen gyógyhelyé kell nyilvánítatni a települést, és úgy gondolom, hogy ehhez minden esélyük megvan. Vonzó a wellness, a falusi vendéglátás, a bor és természetesen a falusi programok is. Ebben az évben 20 ilyen programot szervez Egerszalókon és a környékbeli falvakban a helyi TDM.